Talán az úszósportot érintette a legérzékenyebben a koronavírus járvány. A sportolók hosszú hetekig nem edzhettek, és szinte az összes idei versenyüket törölték a naptárból. Ennek tudatában kezdte újra a felkészülést május végén az utánpótlás válogatott első számú versenyzője, a Budafoka SE 17 éves junior világbajnoka Zombori Gábor is, akit lelkileg kevésbé viselt meg az időszak. Teljesen jól el voltam, otthon voltam, pihentem, kihasználtam azt az időt, amit ugye kényszerpihenőként mondtak, hogy nekünk most otthon kell lenni. Én teljesen jól el voltam, azért futottam, tehát kaptam a gyógytornásztól is feladatokat, amiket kint csináltam a kertben. Ki tudtam használni ezt a pihenőt szerintem, ami egy szezon után szokott lenni, hiszen az maximum 3 hét, ami az a teljes pihenő, és ez még annál is több volt, úgyhogy ez tényleg szerintem mindenkinek fura volt. A kényszerpihenő alatt több idő jutott az élsportolóknak is egyéb tevékenységekre, hobbikra. De pontosan mire is? Internetes játékokra, meg a tanulásra is, hiszen most kezdtem el a Crest, úgyhogy most ezt elég erőteljesen csinálom. Nagyjából úgy nézek ki, hogy amúgy egy 2 heten belül be is fogom fejezni az elméletit, úgyhogy egész gyorsan haladok vele, még így is, hogy napi egy úszás van. Most erre jutott azért többletidő, meg hát minden másra, ami alapvetően nem szokott úgy menni úszás mellett. Gondolok itt például a hobbimra, ugye az internetes játékokra fotózok is, tehát az azért ritkábban, illetve hát hogy kivel mennyit tudok együtt lenni, ugye ez most sokszorozódott. A huzamosabb szünetek után az edzések újrakezdése sosem egyszerű. Nem volt ezzel másképpen Zombori sem. Most már annyira nem nehéz, de legelőször az volt a nehéz, hogy fulladjak bele a vízbe. Mint ahogy Törökországban egyszer majdnem megtettem, kicsi voltam. És nyilván nem olyanok a körülmények, tehát ez nem 3 méter mélységű medence, hanem csak 180, de azért eleinte azért szokatlan volt. Hát nyilván ugyanolyan, mint egy normális szezon végéből visszajövünk egy 3 hetes vagy 2-3 hetes pihenő után, tehát annyira nem változott ez sokat. A járvánnyal és a nem várt szünettel természetesen az egész éves edzésprogram is módosult. Zombori és edzője, Horváth Tamás ennek megfelelően átalakította a felkészülési menetrendet. Ez egy nehéz kérdés, mert ugye nem tudjuk, hogy mikor lesz verseny, még nincsen versenynaptár, nem tudjuk, hogy mikor lesz az első verseny, nem tudjuk, hogy mikor lesznek országos bajnokságok, vagy egyáltalán lesznek-e. Ez alapján az edzőm úgy gondolkodott, hogy a nyár elejére fogjuk tenni a pihenőt, utána visszajövünk. Nyilván azért kevés ez a pihenő, mert most ezt megkaptuk, illetve most veszik át az összes úszásnak a technikáját, úgyhogy nem kéne, ha nagyon így kirázódnánk a formánkból, amennyit legalább ezen a pár hét alatt megszerzünk, és utána újult erővel bele tudjunk állni abba a részbe, ahol abba hagytuk februárban, vagy márciusban, már nem tudom. Az edzéseken persze különleges motivációt jelent neki a tavalyi augusztusi budapesti junior világbajnokság, amelynek ő volt az egyetlen magyar aranyérmese a 400 méter gyorsan elért első helyezésével. Nem is kérdés, ez pályafutása eddigi legnagyobb sikere. Hát egy nagyon szép emlék, hát nem tudom. Azért most már felfogtam, meg most már beleélek, tehát azért jól esik el minden nap szinte, vagy minden órába visszagondolni, mert azért van olyan, amikor egy nap többször is eszembe jut. Meg azért jó látni a social media platformokon is azt, hogy olyan visszajelzéseket kapok még mai napig, hogy írnak rám, hogy gratulálok, vagy a barátaimmal, akivel játszok, azok is nem úgy tekintenek rám, hogy úristen ő, mert több mint 10 éve ismerem őket, hanem azért ők is néha így gratulálnak, vagy így odaszólnak, szóval minden esetre ez jól esik, meg hát egy gyönyörű emlék. Ha már a nagy versenyeknél tartunk, az idén elmaradt a tokiói olimpia is, amelynek alszintesként Gábor is biztos résztvevője lett volna. De az egyéves halasztás miatt természetesen nem mondott le az álmairól. Egyrészt sajnáltam, de van ennek egy pozitív oldala is. Mint mondtam, ugye 17 éves vagyok, és a legnagyobb ellenfeleim azok azért már nagyban a 28-on túl vannak, egy ausztrál úszóra gondolok itt például, ő már azért szerintem jó
jóval túl van a 28-on, úgyhogy ő már nem fog fejlődni valószínűleg. Én valószínűleg még fogok fejlődni. Az a kérdés, hogy jövőig mennyit fogok, illetve hogy megmarad-e egyáltalán a gyors, ugye milyen éles váltásba kerültem én a junior VB-n, tehát hogy ebbe is bele kell gondolni. De szerintem le tudok menni egy 45-re, ha ugyanaz a forma össze tud jönni, amire hát nem tudom mennyi esély van, de én majd harcolok érte az elkövetkezendő időkben. Hát meglátjuk.